A legtöbb kertes házban élő számára nem is kérdés, hogy télen gondoskodik az itt telelő madarakról. Odukat, etetőket helyeznek ki segítve a hideg időszak átvészelését. Ezek a madarak egyébként is bokroknak, fáknak a terméseiből jócskán tudnak táplálkozni. Tehát a cimegék például ugye nyáron rovarevők, télen viszont magevésre állnak át. Igazából a mi örömünket szolgálja, hogyha etetjük őket és közel csalogathatjuk őket. Egyébként megvannak őket etetés nélkül is. Ez lehet, hogy illúzió romboló. Én azonban azt mondom, hogyha segíteni akarunk a madaraknak, akkor egyrészt mindenképpen az itatással foglalkozzunk. Persze nem az ilyen esős időben, hanem amikor tartó száraz fagyok vannak, vagy nyári nagy melegben, tehát egész évben lehet őket itatni. Ez sokkal fontosabb, mint a madáretetés. Az enyheteleknek köszönhetően a madáretetés kezdete kitolódhat akár decemberig is. A madáradók kihelyezésére és tisztítására azonban alkalmas ez az időszak, hiszen időre van szükség ahhoz, hogy az állatok megszokják az általunk kihelyezett madárlakokat. Nagyon fontos az, hogy már ilyenkor kirakjuk az odúinkat, hogy egész télen melegedő helynek, éjszakázó helynek tudják használni a cimegék őket, és ilyenkor, ha megszokják, akkor nagy valószínűséggel március közepe vége fele már fészekanyagot is fognak belehordani, és utána egész nyáron a kertünket tisztogathatják, tehát rengeteg rovart fognak meg. Különleges madarakat is megismerhetünk ilyenkor a megszokott rozsdafarkú és cinegefélék mellett, például az ilyenkor itt telelő királykákat is, amelyek Európa legkisebb termetű madarai. Fontos, hogy sós magvakat, füstöl dolgokat és kenyérféléket egyáltalán ne helyezzünk ki. A madárodúkat pedig évente legalább egyszer ki kell tisztítani.